Nem igaz az az állítás, hogy a nagyvállalati Spark processzoros szerverek azok félreknél indulnak. Íme itt van az a belépőszintű M3000-es szerver, amely minden olyan paraméterrel és képességgel rendelkezik, mint a nagy társai, de mégis mindössze 10 centiben és két rekjonitban helyezhető el, és akár egy irodai környezetben is kényelmesen elindítható és használható. Mainframe megbízhatósági tulajdonságokkal rendelkezik, mind a processzorát, mind a service processzorát tekintve. Egy különleges jószág mindössze két a különlegessége ennek a berendezésnek pontosan a méretében rejlik, hogy ez egy alapvetően nagy számítógépes infrastruktúrára tervezett számítógépnek a picike dobozban való elrejtése. Ez nyilvánvalóan utal is arra, hogy mire használható ez a berendezés alapvetően. A webserver környezetekben, direktori szervereknek, címtáraknak vagy egyéb internet jellegű infrastruktúrális feladatoknak tökéletesen megfelel. Ha beleszeretnénk nézni egy kicsit ebbe a gépbe, akkor le kell, hogy vegyük a tetejét. Az első indok, ami miatt ez a műanyag itt van, az az, hogy ha valaki belenyúl a gépbe, akkor ne az legyen, hogy megégeti. A másik az viszont akkor látszódik, hogy ezt én a műanyagot innen kiemelem, és látjuk, hogy ennek az eleje a lukas, és azt is látjuk, hogy itt van két hűtőventilátorunk. A célja ennek az, hogy a légáramlást azokra az eszközökre és komponensekre fókuszálja, amiket tényleg hűtenünk kell a berendezésben a ténylegesen a legnagyobb hőt termelő processzorunkat, ami ez alatt az igen tetemes, szép nagy hűtőbord alatt látszódik, és a mögötte lévő ugyan már kisebb, de még mindig elég szép hűtőbordának tekinthető System Interconnect IC-t hűtse, ami gyakorlatilag a memória kontroller funkciókat, illetve az IO funkciókat ellátja. Emellett helyezkednek el a memóriák, megpróbáltuk úgy el rakni az áramköröket, a komponenseket ezen az alaplapon, hogy minimálisan melegítsék csak egymást. A berendezés hátában található egy nagy kártya itt, ő a szervizprocesszora ennek a számítógépnek, amit úgy kell elképzelni, mintha egy teljesen önálló kis számítógép bent lenne, ebben a nagyobb számítógépben, és rajta keresztül tudjuk konfigurálni a berendezést, a menedzsmentjét el, elvégezni és ellátni, illetve a gépnek ezen az oldalán látható néhány slot, amibe PCI Express kártyák kerülhetnek, amelyekkel az IO-t tudjuk megvalósítani. Tehát etherneti, extra Ethernet interfészek vagy Fiber Channel interfészek kerülhetnek ide. A gépnek ezen az oldalán van a redundáns hűtés, illetve itt elől látunk néhány diszket, amik megfelelően picikék, de senkit ne tévesszem meg, ezek nem laptop winchesterek, hanem kisméretű, de szkázi protokollnak megfelelő nagy teljesítményű, nagy hibatűrésű, nagy sávszélességű diszkek, illetve egy picike CD-DVD olvasót is. A, ha a gépet megfordítjuk, akkor a hátán látjuk az alapvető kapcsolódásokat, és a két darab fizikai kártyán kívül, amelyek itt vannak, látjuk még, hogy elég sok Ethernet portja van ennek a számítógépnek. Ez az egyik fontos tulajdonsága ezeknek a berendezéseknek, hogy nagy számú hálózati kapcsolattal rendelkeznek, tehát anélkül már, hogy további kártyákat kellene beleraknunk, igen jók hálózatos környezetben nagyon szépen tudnak működni, illetve magának a vezérlő kártyának is látjuk a portjait, amin szintén van egy Ethernet port, egy soros port, és sok minden más is, ezen keresztül tudunk hozzáférni, és valójában menedzselni a gépet. A számítógépnek még van egy különlegessége a társaihoz képest, a nagyobbakhoz képest, mégpedig az, hogy ő meglepően csendes.